Én ugyanezt szeretném mondani, hogy én ma egy olyan dolgot látok itt megvalósulni, amire hónapok óta várok, ugyanis több szervezet, többféle irányvonal, de itt van egy célért, egy helyen, azon a helyen, a miniszterelnök háza előtt, aki megoldhatja a probléma legnagyobb részét. Ugye a probléma legnagyobb része az az, hogy a kivakoltatásokat és a végrehajtásokat azonnal állítsák meg. Ez és semmi más, ez lehet a tovább lépés valami tárgyalási alaphoz. Az, hogy a tárgyalási alap milyen gazdasági elképzelésekre fog ráépülni, ugye ez már a szervezetek szakértőinek a dolga. A mi dolgunk itt és most, és a jövőben, nap mint nap, óráról órára, percről percre, folyamatosan az, hogy ezeknek az embereknek a munkáját a háttérből, az utcáról támogassuk meg. Folyamatosan, nap mint nap. Itt most már egyetlen egy másodpercre nem lehet leállni, ha kényelmetlen a miniszterelnök úrnak, ha nem, ha kényelmetlen a szomszédainak, ha nem, nem mi kerestük ezt a nyomort, ezt ők zúdították a nyakunkba, oldják meg! Az a lári-pári duma, hogy senkinek nem fogtak a fejéhez megnyert, hogy vegyen fel hitelt, ez teljesen igaz. De hogyha visszatekintünk a múltba, mindig volt bank, aki hitelezett azért, hogy lakást vegyél, vagy tartós használati cikket vegyél, vagy akár éppen elmenjél nyaralni. De amíg ez a konstrukció ismeretlen volt Magyarországon, addig minden magyar ember tisztességesen vissza tudta fizetni a hitelét. Soha nem volt probléma a visszafizetésekkel. És ez most is így lenne, ha ez a konstrukció nem ilyen lenne. Az, hogy ez a konstrukció a magyar piacon, a pénzpiacon ilyen hosszú ideig élni tud, ez biztos, hogy kormányzati felelősség kérdése. Ezt nekik kell megoldani. Orbán Viktornak és a kormányának, mert ma ő van kormányon. Ha nem ő lenne, egy másik miniszterelnöknek kellene megoldani. Ennyire egyszerű a képlet. Annyira egyszerű a képlet, hogy már kimondták, hogy csalás történt, ezek hibás termékek, és még mindig nem intézkednek. Ezzel elkövetik a bűnözést. A BTK paragrafusában ütköző cselekedeteket követnek el, személy szerint a miniszterelnök, és a kormánya, és a frakciója. Hát fiúk, rendőrök, ezek az emberek miért vannak még szabadon? Hát miért nem tartóztatjátok már bennünket? Hát bűnözők! Az én kárdomra, a te kárdodra, a gyerekem kárára emberek menekülnek az öngyilkosságba. És ti ezt hagyjátok, és oda mentek, és segítettek kidobálni 70 éves embereket a lakásukból. Aki meg megvédi, azt meg bűnbe veritek. Hát milyen munka ez, rendfenntartó emberek? Nem ezért vagytok ti velünk, esküdtettetek arra, hogy szolgáltok és védtek. Nektek nem a kormányt kell védeni, hanem minket. Ott az ideje, hogy elinduljatok és letartóztassátok ezt a gyűrhét. Mert ezt nem lehet így csinálni tovább. Ha pedig nem teszitek meg, akkor miért fog hagyni az utcákon? Mi a jobb? Ha gyűrhét letartóztatjuk és felelősségbe vonjuk, vagy mi magyar állampolgárok egymásnak megyünk és százezrek fognak meghalni. Tessék elgondolkozni ezek fiúk. Ha meg nem tudjátok megtenni, akkor ki kell vetközni. Akkor ne legyen rendvédelmi erő Magyarországon. És akkor meg fogjuk oldani ezt a problémát. Ne kelljen nekünk veletek szembeállni az utcán. Ne kelljen téged lavonságon, ne kelljen téged elvennem a fegyverednek, ne kelljen esetleg egy másik fegyvert rátfordítanom, hogy hátrébb. Tegyétek meg azt, amire az eskütöteket tettétek. Ezt várjuk el a rendvédelmi dolgozóktól. Lehet minket figyelni a kamerás autóval. Lehet minket fenyegetni börtönnel. Nem félünk tőle. Elég volt, amikor nem tudom megvenni a gyerekemnek a buszbérletet már, a gazdasági tehetetlenség miatt, hogy elmenjen az iskolába, na ott már elég volt. Itt nincs tovább. Nincs mitől félni. Egyszerűen nem engedjük itt meg magunknak, hogy a fejünkön ugráljanak a milliárdosok, akik a mi magyarunkat ellopták, mert ellopták, és letaposnak a mocsárba. Itt volt elég, és nincs tovább. Minden másodpercben a nyomásgyakorlás.
és biztos, hogy el fog szakadni a célra nagyon-nagyon hamar valakinél, és onnantól görög tűz lesz. Nem akarja senki. Térden állva könyörgünk a rendfenntartóinknak. Azért vannak, hogy megvédjenek minket. Álljatok át! Hát a szlovákok letartóztatták a kormányukat, a bulgárok megfordultak, hát a magyar rendőrök nem különbek. Szolgáljatok is! Európa legkülönbe nemzete vagyunk, el kell ismerni. Büszkék vagyunk magunkra, van szellemi tudásunk, van tőkénk. Soha nem hagytuk a történelem során megalázni magunkat. Hát most se hagyjuk, de ti se hagyjátok, mert utána ti lesztek a történelem szégyenei, akik ezt nem teszitek meg, hogy megvéditek a saját népeteket, a saját nemzeteket, és nem takarítjátok el az utunkból a kirablóinkat. Én ennyit akartam mondani. Bravo!